Visszaesett a forgalma, több vevője otthagyta a Tolna megyei állatgyógyászati termékekkel foglalkozó céget, így vették észre, hogy lopják az üzleti titoknak minősülő adatokat a vállalattól. Az ügyet most kezdte el tárgyalni a Szekszárdi járásbíróság. Székhelyének közelében megállt, és nála lévő nagyhatóság hatótávolságú wifi eszközök segítségével rendszerbazda azonosítóit felhasználva belépett csoport integrált informatikai rendszerébe. Az előkészítő ülésen elhangzott, a két férfi a Tolna megyei cég konkurensének dolgozott, és éveken keresztül töltötték le ezzel a módszerrel az ügyfelek adatait, szerződéseket, árajánlatokat. E mentén vádolja a vállalhatóság az elsőrendű vádlottat, folytatólagosan elkövetett a vétkel 422 szakasz egybekezdés D-pontjába ütközül, de a négybekezdés D-pontja szerint minősülés büntetendő jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett tiltott alapszerzés büntetkével, míg a másodrendű vádlottat ugyanezzel a bűncselekménnyel, mint bűnsegédet. A két férfi az előkészítő ülésen nem ismerte be bűnösségét. Azzal védekeztek, hogy a most sértettként jelenlévő Tolna megyei cég kezdte az adatlopást, fel is jelentették őket, ám a szekszárdi ügyészség nem találta azt megalapozottnak és megszüntette a nyomozást. Mint kiderült, mindkét ügy a szekszárdi ügyészséghez és ugyanahhoz az ügyészhez tartozik, ezért a védelem úgy véli, nem biztosítható az ügy elfogulatlan megítélése, ezért kérték az ügyészség kizárását az ügyből. Az ügy bizonyítási eljárással folytatódik várhatóan a jövő év elején.